E héten a Tiszti Pavilon dísztermében fogadták a város vezetői a komáromi oktatási intézmények legjobb diákjait. Ahogy az a találkozón elhangzott, minden iskola büszke lehet azon tanulóira, akik az elmúlt iskolaévben kiemelkedő eredményeket mutattak fel. A tanulmányi versenyeken és a különféle olimpiákon figyelemreméltó sikereket értek el. Ez mind arról tanúskodik, hogy tanulmányaikhoz felelősségteljesen állnak hozzá, és arról is, hogy pedagógusaik kiváló munkát végeznek. Utóbbiak időben felismerik a tehetségeket, biztatják és támogatják őket, sok-sok órát fordítva arra, hogy a tanulmányi versenyeken sikeresek legyenek. Így érik el azt, hogy a diákok kedvet kapjanak tanulmányaikhoz, és folytassák azokat egészen a főiskoláig. De minden egyes eredmény mögött a pedagógusok kemény munkája rejlik, melyért elismerés és köszönet jár nekik. Elismerő szavakkal méltották a középiskolás diákokat is, akik dicséretet kaptak elért eredményeikért. Ők szintén példaértékűen álltak hozzá tanulmányaikhoz, elért eredményeikkel pedig új tapasztalatokat szereztek, bővítették tudásukat, és nem utolsó sorban sikeresen képviselték iskolájukat és városunkat. Nem egyszer bizonyítottak hazai és nemzetközi megmérettetéseken is. Minden kitüntetett tanulónak köszönet és elismerés jár, hogy öregbítették városunk jó hírnevét. Ugyancsak köszönet jár a pedagógusok kemény munkájáért, akik felismerték diákjaik tehetségét és azt, hogy ezt a tehetséget ápolni kell, hiszen csak a kitartó munkának köszönhetően jelentkezhetnek az eredmények.